Köszöntöm Önöket, ez a Karcz nyári válogatása. Mai zenés-táncos összeállításunkban többek között Kamarás Ivánnal és az Experidence művészeivel találkozhatnak. Tartsanak velünk! A Budapesti Fogi Színház visszatérő vendége Kanizsának. A társulat tavaly a Marica grófnőt, tavasszal pedig a Cirkusz hercegnőt adta elő. Kálmán Imre operettje egy félreértésekkel tűzdel szerelemről szól. A történet ezúttal a cári Oroszországban játszódik. Sluk Tónit játszom, a darabnak a táncos komikusát, aki egy bohém fiatal, aki Szentpéterváron egy cirkuszban beleszeret egy cirkusz táncos nőbe, egy kis cirkuszi lányba, akit aztán majd hazavisz az édesanyjához, és hát ott kiderül, hogy neki egészen más valakit szántak, de végül, mint minden operetben, itt is happy end lesz. Kamerán kívül elárultad, hogy a Fogi Színházzal ez az első közös produkciótok, milyen eddig a közös munka? Így van. Én nagyon-nagyon hálás vagyok nekik, hogy gondoltak rám. Gyakorlatilag felnőtt koromban ez az első igazán nagy színházi produkcióm, amiben részt veszek, és én remélem, hogy nem az utolsó. Én nagyon szeretek velük lenni, remélem, hogy ők is velem, és lesz majd még lehetőség másban is együtt dolgozni. A színészek feszes munkatempóban precízen készültek. Ennek köszönhetően csak nem egy hónap alatt összeállt a produkció. Cetű Roland ugyanakkor hangsúlyozta, a próbák rendkívül jó hangulatban, vidáman teltek. Ha bemegyek a cirkuszba, szívem már egy láz, ez a sok kis táncos puska úgy megfavonáz. Cetű Roland szerint a műfaj sikerének a titka, az operett világának sajátosan bájos milliója mellett kétségtelenül a zenéje. Kálmán Imre csodálatos zeneszerző volt, és a Csárdás királynő, a Cirkusz hercegnő szerintem méltán nevezhető mindkét produkció az ő főművének. Tudom, hogy a Csárdás királynő többen ismerik, a Cirkusz hercegnőt egy kicsit már később írta. Érezhető benne egy kicsi amerikai hatás, mert ha jól tudom, akkor mielőtt kiköltözött, azelőtt szerezte ennek a zenéjét. De az, ami az igazán sikere szerintem magának a műfajnak, az az, hogy az ember szeret kiragadni a hétköznapokból. Otthon gondok vannak, a munka, hazamegy, robotol, ide bejön, itt beül, és egy kicsit a föld fölött lebeghet. Azt érzi, hogy itt hiába vannak bonyodalmak, a végén minden jóra fordul, a rossz elnyeri méltó büntetését, de az operettben igazán rossz nincs is, csak egy-egy ármánykodó, aki utána pórul jár, vagy hoppon marad, és a szerelmesek egymásai lesznek. Szóval szerintem az a felhőtlen boldogság ígéret, amit ez az egész műfaj ad, az, ami igazán megragadja az embert. Azt hiszem, hogy senki számára nem titok, hogy gyakorlatilag az operettek a nagy többségben ugyanúgy épülnek föl. Van egy kezdeti helyzet, ami után jön egy bonyodalom, mindig van egy bon vivant, egy primadonna, akik majd a végén egymásra találnak, van egy bohókás, egy táncos komikus, és van egy szubrett, akik szintén egymásra találnak. Azt hiszem, az üzenet az, hogy rangtól, kortól, nemtől függetlenül mindenkire vár a boldogság, és mindenki megtalálja majd a saját párját. A Cirkusz hercegnő egy különös szerelmi történetet mesél el. A megözvegyült Fedora Palinszka hercegné a Szentpétervári cirkuszban felfigyel a titokzatos lovasra, Mr. X-re, aki tehetsége mellett azzal szerzett hírnevet magának, hogy soha nem veszi le állarcát. És ha én mégis arra kérném, hogy most az egyszer tegyen kivétel. Nos, akkor a legnagyobb sajnálatomra, de vissza kellene utasítanom, tetszik. Hogy nem, Mr. Orosz tisztek megszoktuk, hogyha egy hölgy kér valamit, azt teljesíteni kell. Legyen-e az állarcát, de rögtön? Sajnálom.
Nem veszem le. És meg akarjuk tudni, hogy milyen ábrázolva van egy illóvalak? Az operett főszerepeiben Fogarasi Bernadettet és Vadász Zsoltot láthatta a közönség. A történet előre haladtával régi titkokra és szerelmekre derül fény, de ahogy Szető Roland is fogalmazott, az operett végére a kirakós játék minden eleme a helyére kerül. A musical irodalom legnépszerűbb darabjai és a 70-es évek magyar könnyűzenéjének slágerei egyaránt felcsendültek az idei Funk Fesztiválon, ráadásul egyetlen csoport jó voltából. A Pesti Broadway stúdió növendékei percek alatt elérték, hogy velük együtt énekeljen a közönség. Az idei országos Farsangi Funk Fesztivál vendégfelépői között volt a 68 éve alapított Vasutas Zene és Képzőművészeti Iskola Pesti Broadway stúdiója is, amelyet az intézmény a Budapesti Operett Színházzal közösen működtet. A stúdiót 4 tehetséges fiatal képviselte. Mindannyian az Operett Színháznak a stúdiójába jártunk, Barkóczi Sándorral osztálytársak voltunk, és Sanyi például ott van az Operett Színháznál, ahogy elvégezte a stúdiót, őt felvették és folyamatosan foglalkoztatják. A Kádár Szabolcs János is például a Rómeó és Júliában is játszott, de nagyon sok darabban, Horváth Mónika Színházon kívül szerepel nagyon sokat. Én is zenekarban énekelek, a Budapest Voices-ban helyettesítettem legutóbb Lajtaikat, itt van egy swing zenekarom, a Csipa és a Kis Amerika, úgyhogy mindannyian nagyon sok mindent csinálunk, és nagyon-nagyon sok mindent köszönhetünk a Vasutas Zeneiskolának. Csak is te látod nekem őrült hágait, s nekem nincs jövőm, ha nem vagy itt, és szeret, mint ki ismer, s a felhők közt jár. Az iskola számos, az ország színpadjain valóságos sztárrá vált növendékkel büszkélkedhet. Détár Enikőtől kezdve Berecki Zoltánig nagyon sokan, Kálói Molnár Péter, Nagy Sanyi, sőt Kovács Adél, egy nagyon nagy büszkesége a stúdiónak, Kossuth Díjas volt növendék, aki most a Radnóti Színháznak az igazgatója. Gondolom az ő személyük mind-mind inspirálóan hat rátok is. Hát természetesen, nem hiába felvételiztünk ide, hiszen láttuk az eredményeket, és láttuk azt, hogy milyen híres és sikeres emberek kerültek ki innen, és nagyon-nagyon jó képzés van itt a stúdióban, rengeteg nagyon jó tanárral büszkélkedhetnek, például Kovács Brigitta, aki a hangképzés tanár, hát ugye Toldi Mária pedig a stúdió vezetője, de például színészmesterséget tanít Szabó P. Szilveszter, illetve Földes Tamás is. Musicaleket énekeltünk a mai műsorban, most már nagyon szerencsések vagyunk, mert évek óta visszahívnak minket énekelni, minden évben más műsorral készülünk. Most a 70 éves is lehet szerelmes felkiáltással kértek tőlünk egy musical válogatást, így a legismertebb musicalekből énekeltünk részleteket. Nagyon-nagyon szeretjük, hiszen a musicalbe táncolni is kell, énekelni is kell, színészkedni, az egyik legnehezebb színpadi műfaj szerintem. Göbölös Krisztina szerint ma már könnyedén megbirkóznak a műfaj kihívásaival, köszönhetően annak is, hogy a Funk Fesztiválon is látott négyesük összeszokott csapatot alkot. Nagyon sokszor megyünk együtt fellépni, mind a Vasutas Zeneiskola által szervezett fellépése, mind saját formációkkal. Nekünk például Kádár Szabolcs Jánossal van egy abbasónk, ami nagyon nagy sikerrel megy most már 2 éve, és mindenfelé énekelünk most. Például ez itt a reklám helye, a Zsuan nevű helyen fogunk Budapesten csinálni március 4-én egy abbasót. Az abba nem véletlenül volt ennyire sikeres, és ismert, nagyon-nagyon jó dalokat írtak, nagyon jó szövegekkel és nagyon jó hangszereléssel, és nagyon különleges egyéniségek voltak, és ez tetszett meg bennük, és mindezt át tudtuk formálni a saját ízlésünkre és a saját világunkra. Egy
Kisnéten tett világhírnévre szert az Experidance, a magyar társulat szeretnivaló történetekkel, akrobatikus táncelemekkel és lélegzettel állító látványvilággal lopta be magát a nézők szívébe. A tehetséges fiatalokból álló művészeti csoport rendszeresen fellép Nagykanizsán, legutóbb a tavaszi művészeti fesztivál keretében érkeztek hozzánk a Fergeteges című produkcióval. A magyarok szeretett királynéja, Sziszi életét számos könyv, dokumentumfilm és sorozat feldolgozta már. Láthattuk legendás alakját mozivászon és színpadon is. Legutóbb az Experidance a tánc segítségével keltette életre a királyi udvar intrikáit és beteljesületlen szerelmeit. A Román Sándor rendezte Fergeteges című darab, amelyben eredetileg a Száztagú cigányzenekar szólistái is közreműködnek, 3,5 éve szerepel az Experidance repertoárjában. A mi életünkben ez nem annyira hosszú, mert van olyan darabunk, hogy már 17 éve játszunk, tehát annyira, én még úgy gondolom, hogy inkább ez egy új darab, mert igaz, hogy tény is volt az utóbbi időben, pár évben, tehát ebben az 3,5 évben elég sok darabot állítottunk színpadra, de ez egyáltalán nem volt ránk jellemző eddig. 3-4 évvel ezelőtt évente egy-egy darabot állítottunk színpadra, de az utóbbi 3 évben már annyira sok felkérés érkezett, hogy hát többet kellett előállítanunk. Nagyon szeretjük ezt a darabot, teljesen mindegy, hogy 3,5 éve játsszuk, vagy 5 éve fogjuk játszani, vagy adott esetben 10 év, azt majd meglátjuk, hogy meddig megy, mivel az élőzene nagyon-nagyon sokat ad, ami mögöttünk van, és nagyon-nagyon jó hangulatú és lelkivilágú darabot hoztunk ezzel létre. A 21. században egy olyan karaktert kell a színpadon megvalósítani, megmutatni az embereknek, ami a 19. század jellemző, és hát ebből a szempontból az a kultúra az nagyon távol áll, idézőjelben a 21. századi kultúrától, amikor meg kell mutatni azt, hogy milyen kapcsolatunk van nő és férfi közt, a mai világban ez teljesen más jelent, teljesen más, hogy fogalmazzuk meg azokat a szálakat, szerelmi szálakat, vagy kapcsolatokat, amit a mai világ emberének jelentene. És ebből a szempontból nagyon nehéz úgy megvalósítani, hogy ez mérthető legyen és elfogadható a mai ember számára. A darabban az én szerepem abból adódik, hogy Sziszi hercegnőhöz elvileg van egy titkos szerelmi szál. És itt bebonyolódik abból a szempontból, hogy hoznak egy cigánylányt az én úgymond szórakoztatásomra, és ez a hármas, a Sziszi hercegnő, Andrássy gróf és a cigánylánynak a kavarodása úgymond az érzelmi szálon, az elég bonyolult, és bonyolultá teszi azt a helyzetet, hogy történelmileg nincs bizonyítva bármikor is, hogy Andrássynak és a Sziszinek lett volna köze egymáshoz, ha ezt lehet így fogalmazni, ez egy pletyka szinten elterjedt valami, bár azt mondják, hogy a legfiatalabb lánya azért is hívták magyar hölgynek, a legkisebb lányát Sziszinek, mert elvileg Andrássytól fogant. Ettől függetlenül a mai
hogyha egy hármasról beszélek a 20. században, az nem egy olyan extra dolog, mint mondjuk a 19. század közepén. Tehát azért nekünk valamilyen szinten ragaszkodnunk kell a korhűen azokhoz a tulajdonságokhoz, hogy egy nő és egy férfi között a jellemvonások határozottan meglegyenek a karakterisztika szempontjából, mind a három nagyon jól elkülönüljön, ez a 21. században nem feltétlen jelenteni ugyanazt. Mint a cím is mondja, Sisziről szól a darab, arról a vívódásról, ami igazából benne zajlott a lelkében, hogy meg kellett felelni egy császár, ugye a császári udvarnak, de közben vívódott magába, hogy ő egy sokkal szenvedélyesebb és temperamentumosabb nő, és hát szerelmes lett Andrássy grófba, és ezt a szerelmet mutatjuk be. Talán a legjobb formája ennek számomra a balett, mert én úgy érzem, hogy abba tudok teljesen kiteljesedni, és abba tudom átadni ezt az érzést, ami bennem van ilyenkor a színpadon. Én is minden percben vívódok valamint, és ugyanígy nagyon-nagyon lelkis nő vagyok, úgyhogy abszolút közel áll hozzám. Egy év után ért ez a megtisztelő felkérés, hogy én megkapom ezt a szerepet, és hát nagyon-nagyon pozitívan érintett, mert úgy éreztem, hogy nagyon közel áll hozzám. Elkészült a két film is Sisziről. Meg is néztem mind a kettőt, mert nagyon sokat tudtam meríteni belőle, hogy a színésznő miként játszik, és miként mutatja ki az érzéseit, mert természetesen nem csak táncolnom kell, hanem egy komoly színészi játékot is nyújtok. Vagyis hát megpróbálok, igazából nem tudom, hogy, hogy ezt a nézők döntsék el, hogy ez átjön, vagy nem jön át. Hát én Arbival nagyon szeretek dolgozni, és abszolút inspirál, mert ő is annyira beleéli magát a darabba, hogy már csak az ő tekintetéből is tudok táplálkozni. Eddig bárhol mutatták be a darabot, mindenütt Vastaps kísérte a profi táncosok előadását. Nem véletlenül, sok, szinte emberfeletti munkát fektettek abba, hogy minden lépés a helyén legyen. Persze a tökéletesen megszerkesztett műsor önmagában nem elég az érzelmek szótlan tolmácsolásához, szükség van a szereplők szenvedélyére és a tánc iránti elkötelezettségére is. Ez az alap 6,5 hónapon keresztül készült. Az utolsó 2,5-3 hét, most pontosan nem emlékszem már a felkészülési, a közös produkció próbája a 100 tagú cigányzenek a 40 szólistájával. Tulajdonképpen ez volt a haba tortán, úgymond. De a technikai feltételek, a technika megtanulása, a tánc technika megtanulása és kigyakorlása az 6,5 hónapban. Tehát nem ez volt a leghosszabb felkészülésünk, mert amit például 17 éve játszunk, 1001 év című darab, ott 8 hónapon keresztül gyakoroltuk és fejlesztettük azt, hogy színpadra képes legyen. Thank you.
A Kanizsai Kulturális Központ egyik legnépszerűbb programsorozata a Retro Kávéházi Esték. Idén az egyik vendég az Idegenek az Éjszakában Band, azaz Kamarás Iván, illetve a Roy és Ádámból is ismert Nagy Ádám volt. Idegenek az Éjszakában, vagyis Strangers in the Night, nem véletlen a névválasztás. A színész-zenész páros műsorában Frank Sinatra és kortársai zenei világát idézte meg olyan klasszikusokkal, mint a My Way, a Fly Me to the Moon vagy a New York, New York. Zenei kirándulásaim során én is egy ilyen kiránduló vagyok. Nyilván mióta így az eszemet tudom úgymond, és tinédzser korom óta nagyon sokféle zenei irányzat megfogott, és azzal foglalkoztam. Az 50-es évek zenéje, meg a 60-as évek zenéje az eleve valahogy már közel állt hozzám, vagy úgy jól állt, azt hiszem nekem, és akkor egy ilyen magyar Bombajó című albumunk kiadása után 99-ből hirtelen átugrottunk ide a 2017-be, egy időutazással, és lett belőle Frank Sinatra. Én szerintem ez egy nagyon elegáns kornak a lenyomata, a kor popzenéje, ez valahogy egy átvezetés a klasszikusból egyébként annak az időnek a fülbemászó sláger dallamaiba. És akkor ezt most egy ilyen különlegesen kis kamara előadásban hallhatják a közönségek, akik megtisztelnek a jelenlétükkel. Ez azért különleges, mert 200 gitárral adjuk elő az egészet, tehát nem fogja elvenni a közönség figyelmét a nagy hangszerelés, és az, hogy nagy zenekarban szólal meg, nagy zenekari kísérettel, hanem alapkísérettel. Ez már évekkel ezelőtt történt az Ádámmal való találkozás, hiszen az Éjszakából ismerjük egymást, és akkor már többször fontolgattam, hogy kéne velem valamit csinálni, és akkor egyszer csak egy ilyen szomorú esemény adta az apropót, tulajdonképpen a David Bowie emlékkoncert, ami én nekem nagy kedvencem a Bowie, és mindig az Ádámot akartam egyébként valami Bowie-s dologra rávenni, de ő volt a zenekar egyik tagja. És akkor ott megbeszéltük, hogy kéne egy ilyet csinálni. Amúgy meg az Évával találtuk ki a menedzseremmel ezt a dolgot. Ezt egy nagy zenekarral terveztük annak idején. Én még 10 évvel ezelőtt volt erről szó a Műpában, a Művészetek Palotájában, akkor ez egy ilyen nem valósult álom, akkor utána tavaly elkezdtünk erről gondolkodni, vagy tavaly előtt talán, és tudom, másfél éve, vagy két éve, akkor is egy ilyen nagy zenekaros történetben, aztán én elkezdtem gyakorolni egy szám gitárral, amit elővettem, most már a Shootból, de inkább beruháztam egy újra, és elkezdtem a gitártudásomat felfrissíteni, és akkor lett belőle egy ilyen könnyen utaztatható alapkárda. Minden korszaknak megvolt ez az úgynevezett idolja, és ha belegondolunk, utána jött az Elvis, amitől ugye a Sinatra egy kicsit elhalványult egy időre, és akkor utána visszatért az Elvis, utána jött a Beatles után jött az összes többi másik, tehát azért azt azért tudnunk kell, hogy egyre több zenekar kezdte fémjelezni azt a különböző korszakokat, ami utána jött, tehát nem elgondolkodtató az, hogy eleinte mennyire kevés előadó volt, aki így magáévá tudta fél Amerikát, vagy a fél világot, vagy az egész világot, és most meg már annyira sokszínű a paletta, és most már olyan nehéz betörni, tulajdonképpen nehéz újat megteremteni zeneileg is, hogy ez valami egész elképesztő. Ma már mindenki tudja ezt csinálni, ma már nem olyan különleges dolog. Akkor egyébként hozzáteszem, hogy az apropót az is adta, hogy fél Amerika, tehát fiatalabb férfi társaság, vagy a lakossága ugye bevonult, és Amerikából a háborúban vettek részt. Tehát nagyon sok elhagyatott nő volt ott, és akik meg nyilván kapóra jött egy ilyen nagyon sármos, kellemes hangú
fantasztikus hangú előadó. És akkor ő volt a férpótló az álmaikban, gondolom én. De egy ilyen karakter volt, és nem pedig egy nagyon jóképű, magas délceg valaki, hanem egy ilyen karakter, aki valahogy mindenkinek belopta magát a szívébe. Mennyiszer újra tudott születni, mennyiszer újra tudta fogalmazni önmagát, az, hogy mennyire sok magasság után, mennyire sok, tehát hogy ezek a föntek lentek, ez egy pályának sajátosságai, egy nagy pályának sajátosságai az, hogy igenis vannak buktatók, vannak nehéz pillanatok, de abból is talpra kell állni. És hát ahogy ő csinálta, azt úgy senki nem tudja. Tehát olyan nagyon egyszerűnek hangzik. Én se úgy csinálom, hozzáteszem, és nem is volt célom leutánozni. A hangszeres előadás pedig az nekem egy külön kihívás, egy másik dolog, de másképp is máshonnan közelítem meg. Én is a saját utamat járom, mint ahogy ő járta, de ez egy nagyon jó és izgalmas példa számomra, hogy nyilván nem az ő útját szeretném lemásolni, hanem elgondolkodom azokon a kanyarokon, amiket ő is vett, mert az én életemben is hasonlóak vannak néha. Most ha mondandót keresünk, akkor nem feltétlenül biztos, hogy ezek a legvaskosabb dalok, de mondjuk akad közöttük egy-kettő, abszolút, és életélményekre, meg élettapasztalatra épülnek a szövegek is, bár mondjuk sajnos a magyar fordítások nem olyanok, amiket tudtam volna használni ebben az esben, ezért elsősorban angolul éneklek. De zeneileg meg mindenképpen olyan zsenik a dalszerzői, akik a mai napig felülmúlhatatlanak. Egy Cole Porter, vagy akár a Gershwin nevét, akinek most egyáltalán nem szerepel egy művesem ebben az estben, meg a Nat King Cole, szóval olyan előadók, meg olyan komponistákról van szó, akik tényleg túlálták az idő, vagy túlélték az idő vasfogának a próbáját. A következő pont az egyáltalán nem Sinatra lenne, ez egy mókásabb valami. Összeállak idején én a magyar verzióját hallottam először, Kordot György előadásában, aki hosszan énekelte ezeket a dalokat, átvette magyarra fordítva. De most ez egy új Prima eredetileg, egy Prima dal. Ezek a anekdotikus csemegék, zenei csemegék, a zenékhez kötődő élményemről, tehát azokról eszembe jutó történetek fognak elhangzani. Kicsit azt gondolom, hogy egy személyes est velem, és aki eljön, az többet tud rólam meg, mint hogyha az újságból tájékozódna személyem iránt, mert ott sokszor félrevezető dolgok jelennek meg. Nem azért, mert csak és kizárólag össze-vissza írogattak az újságírók, mert az is előfordul, hogy nem. De ez a ritkábbik eset, de akkor is egy valamilyen szűrőn átkapnak egy képet valamilyen témakörben, egy előadóról, itt pedig tényleg önmagam lehetek. És nem kell szerep mögé bújnom. Van egyébként ide is vonatkozó emlékem, tehát minden helyre egy kicsit megpróbálok valami odautalót mesélni, mondani, hiszen megfordultam sok helyen az országon különböző vendégszerepléseim kapcsán. Zalaegerszegre most annyit elmondhatok, hogy Zalaegerszegre jártam sokat, mert ott a Rusz Józsefnek az utolsó előadásában volt szerencsém játszani az Ember tragédiájában, és akkor mindig itt alul kellett elmennem a déli parton. És akkor így térültem, fordultam, szegről, végről, sarokról. ez ennyi. Ennyi fért mai adásunkba, munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, várjuk Önöket legközelebb is a képernyők elé, viszontlátásra! A műsorvezetőt a Diva Fashion öltöztette.